A szolnoki rendőröknek olyan információ jutott a birtokába, miszerint egy helyi férfi 2023 végétől rendszeresen árusított új pszichoaktív anyagot 4000 forint per grammáron. A felderítők a lakása előtt fogták el a 36 éves férfit, aki éppen kocsijával indult volna el. A nyomozók a jármű csomagterében egy digitális mérleget és több mint fél kiló fehér, kábítószergyanús port találtak. Az elsődleges vélemény alapján a szer netil norpentedron hatóanyagot tartalmaz, amely új pszichoaktív anyagnak minősül, és hatóanyag tartalma meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát. A dílert új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.